Olyan gyorsan hagytuk abba a beszélgetést, hogy azzal a gyorsasággal folytatjuk is a témát Kis Ambrussal, a Policy Agenda politológusával, elemzőjével, melyiket szereti. Jó estét kívánok! Bármelyik tessék! Mert hogy egy nagyon érdekes felmérés, tanulmányt készítettek az április 6-ai választással kapcsolatban. A három megyét néztek, és három megyében megnézték, hogy hogyan alakultak a szavazatok, és ebből vontak le következtetéseket, hogy különböző megyékben, amelyek egymástól eltérnek, vajon mire mondtak igent, és mire mondtak nemet a választók. Nézzük először a három megyét, és hogy ez a három megye miben különbözik, vagy miben hasonlít egymáshoz. De azzal egészíteném ki, hogy mi a falusi választóknak a pártreferenciájára voltunk kíváncsiak, ezért Vas megyében, Csongrád megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egészen a szavazókörig lemenően feldolgoztuk az egyéni és a listás szavazatokat is. És hát az derült ki, amit azért nyilván mindenki érzett az országos listás szavazatokra ránézve, hogy bizony falvakban a harmadik erő már csak a baloldali összefogás, vagy a baloldali pártok. Második erő a Jobbik? Így van, a második erő a Jobbik, Vas megyébe is, Csongrád megyébe is, és Szabolcs megyébe is. De azért... ez azért is furcsa, vagy megdöbbentő ez az adat, mert tehát az országos adatok, azok ennyire a falvakban ennyire nem tükröződnek, vagy ennyire helyet tudnak cserélni. A másik, hogy a három megye, amit említett, a három megye gazdaságilag, életszínvonal tekintetében nagyon-nagyon különböző. Tehát akkor megdőlni látszik mondjuk az a tézis, ami idáig talán az egyik legerősebb volt, hogy a Jobbik ott tud teret hódítani magának a kis településeken, ahol nagy a szegénység. A Vas megyéről meg nem azt tudjuk, hogy a kis településeken nagy a szegénység. Úgyhogy akkor már is hallgatom. Az az érdekesség a dolognak, hogy a tézis mégiscsak igaz. Ugyanis ezekre a választási adatokra rávetítettük azt az adatot, ami kifejezi a munkanélküliséget, a segélyezetteknek a számát, a tartós munkanélkülieket, valahogy egy kicsit előrevetíti a közmunkásoknak a számát. És kiderült, hogy saját magához képest a Jobbik ott tud erős lenni, ahol a település adott megyén belül szegénynek számít. És az MSZP ott tud saját magához képest erős lenni, ahol az adott megyében a település gazdagnak számít. Tehát magyarán nagyon egyszerű levonni azt a következtetést, hogy a Jobbik képes volt azokat a településeket megszólítani, ahol nagyon nagy a társadalmi gazdasági probléma, a megyén belül is, és az MSZP és a másik négy párt pedig csak azokat tudta megszólítani erősebben saját magához képest, ahol viszonylag fejlettebb az adott település. Igen, de akkor ebből hogyha azonos szintű a Jobbik sikere a három megyében található falvakban, akkor egyrészt megállapíthatjuk, hogy nem igaz az, hogy Vas megye jobban teljesít. Tehát, hogy Vas megyében jobban élnek, jobb körülmények között, vagy gazdagabbak, vagy nem annyira szegények a kis településen élők, mint mondjuk Szabolcsban vagy Csongrádon. Nem igaz, hogy Vas megye gazdag megye. Én azt gondolom, hogy ezt úgy kell nézni, hogy a környezetéhez képest hogy ítéli meg magát. Tehát nyilván egy vasi faluban lakó ember, ő nem Borsodhoz hasonlítja magát, hanem mondjuk Szombathelyhez, ami ugye a modernizációs centrum az ő környezetében. Ha ő Szombathelyhez képest úgy érzi, hogy nem lépett előre, akkor ő bizony szegénynek érzi magát, hiába van relatíve jobb állapotban, mint mondjuk egy csongrádi településen, vagy egy tanyavilágban élő választópolgár. Én meg azt gondolom, hogy itt még van egy fontos tényező, és kíváncsi vagyok arra, hogy ezt például vizsgálták-e. Vannak olyan megyeink, jellemzően Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye, ahol mondjuk Szent Gotthárd miatt, vagy Győr miatt, tehát Audi miatt, vagy Opel miatt, az igen magas ipari termelés miatt a GDP-t a megyére elosztjuk. De az nem jelenti azt, tehát ott ugye kiugrik a GDP, hogy ebben a megyében milyen gazdag ez a megye, milyen magas a GDP növekedés, de ez nem jelenti azt, hogy az adott megyében, egy kis faluban Józsi bácsi vagy Mari néni sokkal jobban él, mint mondjuk Szabolcsban egy kis faluban. Hogyha ezt vizsgálták, ezt nézték, az ilyen típusú eltéréseket, akkor erről a reklám után fogunk beszélgetni, szóval rövid reklám és jövünk vissza. És a reklám előtt ott hagytuk abba a Kis Ambrussal a beszélgetést, hogy vajon a vizsgált megyékben, ahol a falvak
vidékfalvakon élők szavazati eredménye alapján vontak le következtetéseket az elemzők. Ott vajon nézték azt, hogy egy-egy megyét és annak gazdasági fejlődését papíron, a számok tükrében egy-egy autógyár például nagyon fel tudja nyomni, fel korrigálja, de az egyetlen nem biztos, hogy mondjuk azon vagy abban a megyében, a kis településeken tényleg sokkal jobban élnek az emberek, mint egy más megyében. Szóval ezt is figyelembe vették? Nyilván megnéztük meg, hát azért ez a gazdasági adatokat könnyű kontrollálni. Tehát látszik, hogy minél messzebb haladunk a modernizációs centrumtól, vagy a fejlettebb ipari térségtől, annál inkább azért növekszik a szegényeknek a száma. Egészen egyszerű könnyű belegondolni, hogy ott van Észak-Zala, amely azért nincs messze például Szentgotthártól, mégis az ott lévő települések, vagy akár maga az Zala-Szentgót környéke sem nevezhető fejletnek a dologba. De ugyanezeket a példákat meg tudnánk nézni Csongrádba is, hát Szabolcsban ugye meg viszonylag nehezebb több modernizációs centrumot is felmutatni. Tehát valóban az az állítás nem igaz, hogy aki egy fejlettebb megyének a településén, kisközségében él, az jobban él. Ez attól függ inkább, hogy ő milyen közel van a fejlesztési centrumokhoz. Akkor ebből, vagy amit eddig beszélgetünk, abból levonható az a következtetés, hogy az a politikus, aki úgy számolja, vagy úgy következteti, hogy mi lett, vagy mi lehet egy választás eredménye, hogy vannak a gazdagabbnak mondott megyék, ahol nem lesz a Jobbik mondjuk második erő a sorrendben, mert hogy ott kevesebb az elkeseredett, szegény sorban élő ember, akkor ez a politikus téved. Mert hogy a kis településekre és egy-egy megyén belül a többségben lévő, számszakilag többségben lévő kis településekre bizony ugyanaz jellemző, nem élnek jobban az emberek, elkeseredettek az emberek. És hát az adatok is ezt mutatják, tehát ebben a három teljesen más földrajzi, gazdasági, társadalmi helyzetű megyében 15-19% között volt képes szavazatot szerezni falvakban a baloldali összefogás. Nem tudott ebből a sávból kilépni. És azért még egy érdekes dolgot találtunk. Szintén azt gondolom, hogy nem egy nagy észrevétel, de azért így a számok tükrében érdekes, hogy a média terén mit kaptak ezek a választók. Tehát miért gondolták azt, hogy erre vagy arra szavazni kell. De rávetítettük az utolsó két hónapnak a nagy híradóinak a top híreit ezekre a megyékre, és hát nem találunk összefüggést a baloldal számára kedvező ügyek és a falusiak számára problémának tűnő dolgok között. Hiszen azért megnézzük a baloldalnak, mik voltak a top ügyei, amelyek át is jöttek a médián. Ugye ezek a demokráciát érintő kérdések, amelyek nincsenek kapcsolatban, azért valljuk be a falusi problémát. Mondjuk a választási törvény. A választási törvény és az ezzel való visszaélések szintén nincsenek kapcsolatban. Rogán Antal ingatlan ügye sem gondolom, hogy annyira megérint őket, és ami igaz, hogy azt gondolom, hogy Simon Gábornak a... Mert hogy ez nem válasz az ő problémájára. Az ő válasz... De Simon Gábor ugye miért válaszol bárkinek a problémájára? Erre mondtam, hogy szerintem Simon Gábor ugye is ugyanúgy működik, tehát maximum a politikába vetett bizalmat rombolja szét, és a bizonytalanokat tántorítja el, és azért ez látszik, hogy a Fidesz kimagaslóan szerepelt a falvakban, tehát azért volt olyan, ahol 50% fölötti teljesítményt ért el megyei szinten nézve is. És hát a Jobbiknak meg azért szerintem nem volt igaz az az állítás, hogy a Jobbiknak nem volt országos médiája, mert a közszolgálati híradó kifejezetten egy olyan pártot mutatott be, amely program alapú, ilyen válaszokat mondogat a dolgokra. Kis vizsla, kis ez, kis ez. Így van, és ez jött át a közszolgálati híradón. És hogyha a médiafogyasztási szokás... Ezt akartam, ez fontos, médiafogyasztási szokásokat, hogyha erre a három megyére rávetítjük, mit látnak? Tehát magára a falvakra rávetítjük. Igen? A médiafogyasztási szokásokat, akkor az látszik, hogy a falvakban élők inkább a TV2 és az RTL Klub híradót nézik, ebből táplálkoznak a hírekkel, valamint a közszolgálati csatornából. Nekik más információforrásukra nem, vagy nincs igény, vagy nincs is hozzáférésük, hiszen vagy technikai okok miatt, vagy egyébként meg nem számít olyan médiaterméknek ott mondjuk egy bulvárlap, mint ami mondjuk Budapesten. És azért, hogyha így végig gondoljuk a Budapest kontra falu eredményét, akkor bizony a médiafogyasztási szokásnak komoly hatása van erre, és annak is komoly hatása van erre, hogy azok az üzenetek, amik így átszivárogtak, hát bizony nem tudtak átjönni a falvokban élőknek, nekünk nem volt ez ígéret. Az egy kulcsos adórendszer eltörlése, az nem ígéret egy olyan ember számára, aki
hát maximum időnként van bejelentett munkával, és egyébként meg tengleng, és nincs nagyon bevétele. Mi lett volna az az üzenet, az látszik-e, amivel viszont biztos, hogy célt tud érni mindenki? Mert most ilyen alapon a Fidesz mit üzent? Üzent munkahelyteremtést? Nem. A Fidesz két dolgot üzent. Egyrészt azt mondta, és ez azért az látszik, hogy falvakban ez működött, a rezsi. Tehát ott azért 300 forintnak is van üzenetértéke, és az, hogy folytatjuk. A kettő pedig azt gondolom, abban volt egy tévedés, hogy a közmunkára nem azt kell mondani, hogy nem, hanem azt kell mondani, hogy többet adunk pénzbe. Mert hogy a Fidesz azt mondta, hogy ilyen tömeges mértékben fenn fogjuk tartani a közmunkát. Lehet, hogy keveset keresel, nyilván ezt nem mondta ki, de akkor is lesz valami fajta munkád, amiből ugyan nem sok, de lesz bevételed is. Ezzel szemben nem sikerült erős alternatívát megfogalmazni baloldalon. Én azt gondolom, hogy a falvakban élők számára nyilván az egy üzenet, hogy majd lesz tartós munkahelyed, de az oly mértékben távol van, hogy addig az időszak is... Eddig se volt, akkor most honnan lenne? Hiszen 10-20-50 akárhány kilométeres körzetben nincsen munkahely, mondhatja egy kis faluban élő ember. Tehát, hogy engem ne hitegesen senki munkahely teremtéssel, hiszen maga a munkahely nincs, tehát láthatóan nincs, és nem hiszi el, hogy itten gyárak fognak kinőni a mezőn. Tehát azt gondolom, hogy a falvakban élőknél a közmunkára több pénzt adunk a zsebedbe, és hosszabb ideig lesz közmunkát, mint eddig volt, és hatékonyabb lesz a rendszer, ez egy értelmezhető üzenet lett volna számukra. Ezzel szemben nyilván a közszolgálati média torzításának is köszönhetően, inkább talán az szűrődött, tehát, hogy hát ezek a közmunka nem is olyan jó a baloldalnak, mert el akarják venni. Aha. Így van, miközben nem ez volt a programjuk nyilvánvalóan, de hát ez az érzet keletkezett. És mit üzent a Jobbik? Üzent valamit? Hát a Jobbik ugye két üzenettel rendelkezett, egyrészt ez a majd megoldjuk, értjük a problémátokat, megoldjuk. Ugye kimondatlanul azt mondta, hogy majd oda csapunk is, aztán majd itt folyni fog a vér. Jó, de ilyenkor azért logikusan az ember visszakérdez, hogy hú, de jó, hogyan? De azt gondolom, hogy ez egy budapesti, hát hogy mondjam szépen, tehát hogy amikor van lehetőségünk visszakérdezni a dologba, az egy nagyvárosi mentalitás. Falvakban ők megoldást akarnának már látni erre a kérdésre. A másik pedig, hát a Jobbiknak van egy helyzeti előnye, hogy nem volt kormányom. Tehát ez olyan tisztának látszik. Nem lehet rájuk azt mondani, hogy ez is ezek, lop, másik is lop, egyikbe se bízom már. Ugye ezek is már megígérték, aztán nem tartották be, tehát ők rájuk ez nem mondható, és hát láthatólag azért ez működött ezeken a településeken. Hát láthatólag igen. Kíváncsi, hogy mit hoz az európai parlamenti választás, ami még inkább nem szokta megmozgatni a választókat, a százalékos arányban sem, az önkormányzati meg megint egy más történet, addig még beszélünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.